Itt nagyon fontos először tisztázni az a helyettesítés kérdés, hogy mit mivel lehet helyettesíteni, hogy mit akarunk készíteni. Mert azért az étel jellegéből adódóan nem biztos, hogy azt az alapanyagot, ha mondjuk ez egy kulcsfontosságú alapanyag, azt lehet helyettesíteni. Például egy piskótában biztos nem lehet a tojás 100%-ban helyettesíteni magával, semmivel, viszont a tojás adja meg a piskótának a könnyedségét, a struktúráját, de mondjuk egy muffin jellegű, egy kevert süteményben lehet helyettesíteni a tojást egy kis szódabikarbona sütőporral, egy áttört banánnal vagy egy almapürével, egész biztosan ott ez jól működik. Ha süteményt sütünk, mondjuk egy kalácsot, vagy egy zsemlét, egy brióst, ott például, ha nincs vajunk, vagy nincs tejünk, nincs tejszínünk, ezek ugye mindegyik egy tejfehérje alapú zsíradék, hát ezzel el lehet kezdeni játszani, hogy ha nincs vajunk, akkor teszünk bele egy jó zsíros tejszínt, viszont akkor már visszavesszük a másik folyadéknak az arányát. Ha vajunk van, akkor mondjuk más folyadékkal többet teszünk bele, akkor azzal a tejszínt tudjuk helyettesíteni. Nagyon sok rétű ez, hogy mit mivel tudunk helyettesíteni. Oda kell figyelni, mondom, arra, hogy mi a végeredmény. Tehát mondjuk egy vörösboros pörkölt, ha nincs vörösborunk, azt nem tudjuk ecettel helyettesíteni, de mondjuk egy salátához nincsen salátaönt, hát ez nincs citromunk, azt tudjuk vörösbor ecettel vagy fehérbor ecettel helyettesíteni simán. Kakaó az egy nagyon egyszerű dolog, hát a kakaó csokoládé az ugye ugyanaz szinte az alapanyag. Ha az egyik nincs, az pótolható a másikkal, szerintem egész biztosan. A köretek, hát a köretekben valami biztos van otthon, tehát hogy ha nincs burgony, akkor van rizs, ha nincs rizs, akkor van tészta, bulgur, egyéb gabonafélék, hajdina, akár esetleg, hogyha valaki egy reformabb jellegű háztartás vezet, ezek mind használhatók. Egy rizses hús is elkészíthető bulgurból, egy hajdina is remek körete lehet egy akármilyen húsételnek rizs helyett. Ezek szerintem tökéletesen használhatók, sőt, még egészségesebbek is sokszor. Ha van otthon eltéve lecsó vagy paradicsomkonzerv, vagy vásárolt a boltba valami jó minőségű paradicsomkonzervet, hámozott paradicsomot vagy paradicsompürét, az adott esetben remekül felhasználható egy ételkészítésnél. Természetesen a paradicsomot a zsíros kenyérrel ezzel nem tudjuk helyettesíteni, itt is fontos az, hogy mihez kell, de egy paradicsomleves nagyon jó, sőt, hát mindenki paradicsom sűrítményből főzi, de egy olyan étel, amihez kell mondjuk egy-két paradicsom, azt egy konzervből is meg lehet oldani. Az ízvilág ugye, hogyha ha egy konzervet nézünk, ahol az eredeti zöldségnek vagy gyümölcsnek az íze koncentrált és redukált, vagy egy szárított fűszert nézünk, ahol ugye a zöld fűszer ki van szárítva, nem az a frissesség, az a könnyedi nyári, tavaszi íz fog visszajönni, de hát ez megalkulás kérdése, hisz kevés háztartásban főznek, nem karantén vagy ilyen vírus idején, járvány idején, sem mindenhol főznek zöld fűszerrel a háziasszonyok, az mi háztartásunkban sem állnak cserében a zöld fűszerek. A legfontosabbnak az, hogy ki mit tegyen, vagy hogy mi mit étkezzünk, én a kiegyensúlyozott, sok összetevős étkezést mondanám, tehát hogy eleve a karantén az otthonlétkor nem kell akkora kalóriabevitel szerintem, és egy jó összeválogatott ételsorral azért szerintem megfelelően lehet pótolni azt, amire a szervezetnek szüksége van, és megtartja az egészséges vitalitását. A tésztaételek nagyon könnyedek, most rengeteg olyan primőr zöldség van, amivel a tésztaételeket nagyon frissé lehet tenni. Most ugye itt a spárga szezon közepén vagyunk, de még a hónapos retek is legyalóval, lepirítva egy tejszínes vajas fokhagymás szószal összekeverve, egy roppanóságot víz bele, tehát szerintem ezek korlátlan a tárháza a lehetőségeknek jelenleg. Több közösségi oldal van, ahol bárki feltölthet, akár még viccből is olyan recepteket, amik effektíve hetétlenek lesznek. Én azt mondom, hogy nézzünk körbe a neten, ha újdonságra vágyunk, válasszunk olyan ételt, amire többnyire a mi ízvilágunkhoz kapcsolható, amit szeretünk, és mindenképp próbáljuk olyan alapanyagokat, amik idény jellegűek, esetleg van is otthon. Az olyan ételek, amik nagyon-nagyon különlegesek, és mondjuk nagyon kevés helyen beszerezhető hozzá alapanyag, akár mondjuk azt mondom országos szinten is, akkor azért ne tegyünk meg mindent, hogy elutazunk érte 10-20-30 km-t, hogy ez az alapanyag meglegyen az adott ételért, hisz valószínűleg nagyobbat kockáztatunk a beszerzési folyamattal, mint a étel okoz élvezeti értéket. Én azt mondom, ami lokálisan szűk környezetünkben megvásárolható, abból próbáljunk építkezni.